Közérdekű bejelentés alapján a Nemzeti Adó és Vámhivatal adóellenőrei és pénzügyőrei megjelentek egy eperjeskei ingatlanon. A pénzügyőrök a jövedéki ellenőrzés során a lakóház pincéjében 540 liter az ellenőrzött elmondása alapján bérfőzött pálinkát, valamint csak nem 300 liter hozzáadott cukrot és növényi kivonatot vagy csipkebogyót tartalmazó szintén bérfőzött pálinkát találtak. Az ingatlan tulajdonos elmondta, hogy a fent említett szeszes folyadékot bérfőzés keretében állították elő, az összetevőket részben a bérfőzdék, részben pedig ő maga állították össze gyógyszernövényekből és cukorból családi receptúra alapján. Az ellenőrzött személy a termékek származásának igazolására a saját, illetve családtagjai nevére kiállított származási igazolványokat nyújtott át a pénzügyőröknek, akik ezt nem fogadták el, mivel ezek alapján az összeöntött bérfőzött párlatok nem azonosíthatók, illetve a növényi kivonatot cukrot tartalmazó termékek származásának igazolására nem alkalmasak. Így az ingatlan tulajdonosa az összesen mintegy 900 liter pálinka származását nem tudta igazolni, a pénzügyőrök az büntető eljárás keretében lefoglalták, majd a valódi szeszfog így az elvont adó alapját képező mennyiség megállapítása céljából mintát vettek.